azért mentem le minden nap az uszodába, vagy minden nap azért keltem fel, mert először céljaim vannak, és nyilván azokat próbálom minél hamarabb, és minél jobban elérni. Fejlődési, tanulási út, ez az egész. Mindenkinek ott van a háta mögött. Egy anyukának, legyen egy, nem tudom, egy vállalkozónak, szóval ez egyáltalán nem más, mint bárkinek a nehéz mélységei, és ilyenkor azt kell igazán végignéznem, hogy mit tettem le az asztalra az elmúlt éveim során, hogy akkor vagyok igazán hálás, amikor ott állok a dobogó legfelső fokán. Olyan magas mércét állítok fel az életemben, a sport miatt is, amit nehéz megugrani sokszor. Tehát minél nagyobb a cél, annál több esélye van annak, hogy valamit elvétek, és ezeket a nehézségeket feldolgozni, vagy nem is feldolgozni ezeket a kudarcokat, hanem úgy rájuk tekinteni, mint egy tanulási lehetőségre, vagy egy fejlődési lehetőségre. Amikor egyszer abba hagyom az úszást és a sportot, akkor ezt a magánéletemben is fogom tudni hasznosítani. Vagy ami tegnap voltam, az ma nem ugyanaz az ember vagyok, és holnap is egy teljesen más emberként kelhetek fel, és ez talán egy olyan biztonságot ad, ami arra mutat utat, hogy mindig van új lehetőség.